Mi a költészet? Kérdezed, míg még kék szemed rám veted. Mi a költészet? Még te kérded? Te vagy a költészet. A szépség maga a költészet, és a költészet csupa szépség. A vers, a dal, a líra, a szavak legszebb jelentését kibontva, a világ szépségeit leíró, megénekelő alkotások. A világon bármi szépséges lehet, mert az ember lelki állapota és képzelőereje a legegyszerűbb tárgyat, a legrútabb arcot is képes csodálatosan szépnek látni. A napsütés, a tenger, a kedves arca egy átélt pillanat mind szép lehet, ha a lélek annak érzi. Bár a szépség múlandó, koronként változó és szubjektív, a költészet sajátos eszközeivel mégis képes megragadni a szépség örök, embereken és időn átívelő jellemzőit. Sohasem lesznek régiek a jó versek, mert mindegyik rímel az ember élményeire, élete eseményeire. A költészet, festészet is, és zene magában foglalja az összes művészeti ágat. Varázsecsettel dolgozik, minden éppen olyan szívű a jó versben, mint amilyennek olvasója látni szeretné. Pontosan azok a dallamok szállnak felénk a költeményekből, amelyeket már titkos álmainkban is hallottunk. A költészet igazán jó társ, ha látjuk magunk körül a szépséget, de segít akkor is, ha elfogyott lelkünkből a harmónia utolsó cseppje. Költészet és szépség nem létezhetnek egymás nélkül, minden percünket beragyogják, és mégis megfoghatatlanok. Április 11-e József Attila születésnapja. Ekkor tartjuk minden évben a Magyar Költészet napját. József Attila 1905. április 11-én született. Életműve szerves része a magyar kultúrának, verseinek többsége. A 20. század egyik legjelentősebb költőjének tekinthető, költészete mindenkit képes megszólítani. Verseivel már az alsó tagozatos gyerekek is megismerkednek. Bizonyára mindannyian emlékeztek a költő egyik nagyon szomorú, mégis nagyon népszerű versére. József Attila, mama, már egy hete csak a mamára gondolok, mindig bent megállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett rám. S a ruhák fényesen, suhogva, keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében. József Attila egészen ifjú korától a költészetet választotta élet céljának. Igazi elismerést az 1925. május 25-én megjelenő Tiszta szívvel című alkotás hozott számára. József Attila, tiszta szívvel. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. Nincsen se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Mert harmadnak nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszem meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfölnek. S halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívem. A vers miatt az időközben szegedi egyetemistán már egy költőt, tanára, hordalattal eltanácsolta az intézménytől. Később egy másik versében így emlékezik meg róla. József Attila, születésnapomra. 32 éves lettem én, meglepetésre költem én, csecsebecse,
magam. 32 éven elszerelt, s még havi 200 sose telt. Azám, hazám. Lehettem volna oktató, nem írt döntőtől oktató, szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan, nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával úrta ellenem. Ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén, ragyog s ragyog. Ha örül Horger Antalul, hogy költők nem nyert Antalul, sekély-ekély. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fogom tanítani. A versek népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy sok költő számos versét megzenésítették. Dallamával együtt vált népszerűvé Petőfi Sándor Távolból című költeménye is. Országszerte előadásokat, versmondó verseneket, felolvasásokat rendeznek a költő tiszteletére. Iskolánk hagyománya szerint a költészet napját megelőzően mi is megtartottuk a versmondó versenyt, melyen a legjobb eredményt elérő diákok most elszavalhatják az általuk kiválasztott szép költeményeket. Elsőként hallgassátok meg Koncó Zsófia, második Z-osztályos tanuló, aki Osváth Erzsébet, Zsémben Zsófi ébredése című versét mondja el. Felkészítő tanítónénie Tukacs Istvánné. Bitang, meg vagy végre, fel!
szalagot. Szép szalagom, milyen gyűrött, ilyen többé el nem tűrök. Miért nem mondta nekem senki, a hajamból vegyelek ki? Tűvé tettem szobám ágyam, amíg mindent megtaláltam. Mit is tegyek, hova legyek, mennyi gondom van veletek, ti mi használk rendetlenek. Kivasarom szalagom, libeg lobog hajamon, cipőm ragyog, mosolyog rám, leporolom rakott szoknyám. Ennyi munka, alig győzöm, csoda hát, ha solyat ölődöm. Flaskár Dóra, harmadik Z-osztályos tanuló következik, és Árpádi Lilla álló című versét adja elő. Felkészítő tanító Lénie, Vargán és Jósi Éva. Csákvári Lilla álló. Lehetnék én óriás, nagyot mondó Tóbiás, vagy inkább a télapú, bolondozni csuda jó. Hagyjuk már a munkát, nézzük hát a munkát, gondolkozzunk végre el, mi az, ami érdekel? Eleinte azt terveztem, tanyát veszek, piros tarkát, sok kutyát, ha beszereztem, kitesz majd egy kutyafalkát. Etetem, itatom, tenyésztem, így töltöm el időm egészen, de rájöttem, más is érdekel, így színházba ritkán jutok el, pedig az nekem nagyon tetszik, amikor a színpadról csak az látszik, hogy valaki más bőrébe bújva, átérezve újra, meg újra játszik. Ha egyszer majd színész lennék, sok szerepet eljátszanék, lehetnék én újra gyermek, kit szeretnek, úgy nevelnek, vagy öreg kongyos nagyi, aki sohasem kottyantja ki unokája titkait. Vagy lennék vén varázsló, ki tudja, mi a varázsszó ahhoz, hogy az emberek mindig csak jót tegyenek. Vagy lennék szegény cselédlány, ki reggeltől estig csak szolgál. De az álom nem teljesül, mi is legyek akkor végül? Szeretem a gyerekeket, még tanárnak is elmegyek. Betöltöm a buksiúba a tudományokat, emellett még mesélnék is nekik nagyon sokat. Munkahelyem Erkel Ferenc általános iskola. Remélem, sok okos gyerek jár akkor is majd oda. De csíkjenek meg, hisz álmodom. Egy valamit még el kell mondanom most. Csak gyerek vagyok ebben az iskolában. Én még tanulok. Így hát van még időm gondolkozni ezen. Addig eltervezem, milyen lesz a jövő. Hajdú Szabina, 4. Z-osztályos tanuló szavalat a következő. Címe a kis gyufaárustán, melyet Andersen mesélye nyomán Kádár Emlé Éva írt. Felkészítő tanító nénie Szent Szimé Dobka Zsuzsanna. Kádár Emlé Éva, Andersen mesélye nyomán a kis gyufaárustán. Süvít a szél, szakad a hó, jéggé derved a vén folyó. A városra a konyborul, kerekre fordul. Ki jár az utcán ilyen időben? Egy kislány a nyagy temetőben. Hópelyek hullanak szősz hajára, éjségét feledi, mert a hideg rázza. Kosarában néhány doboz gyufalapul, el kellene adni, mert az éjség nagyúr. Tudja, hogy többé már nincs hova mennie, behúzódik tehát egy kapu tövébe. Egészen kicsire összehúzza magát, testét nem védi más, csak egy vékony kabát. Egy kis melegséget, ez most minden vágya, s meggyújt egy szál gyufát, olyan szép elángja. Derm egy kicsi kezét, a meleg átjárja, s lobogó lángban, mintha álmot látna. Szoba közepén áll, asztalon egy nagy tál, benne meleg étel, mindketten nem ér el. Ha ellobban a fény, tűnik a látomás, marad a hideg, a sötét, de semmi más.
meglátja a kislány, s ettől úgy megrémül. Hirtelen több tüfány gyújt a sötétségben, és úgy érzi, nagyon fölveszi ölébe. Ó, ne hagyj itt engem, vigyél el magaddal, tudom, te már ott élsz, ahol a sok angyal. Esdek el a kislány, és fájó szívében remény öltözködik, nyugalom és béke. Mire az utolsó lángocska ellobban, a kislány megfagyott, szíve már nem dobban. Másnap megtalálják, s nézik az emberek, szomorúan mondják, meghalt egy kis gyerek. S akit nem sajnáltam, még élt a kislány, siratják el kislet az új év hajnalán. Debreceni Réka, 6. áosztályos tanuló következik, aki Petőfi Sándor Hazámban című versét adja elő. Felkészítője Szárazné Szabó Marianna tanárhelyi. Petőfi Sándor, Hazámban. Aranykalászsal ékes rónaság, melynek fölött a lengedélyben enyelbe üsztünk vérjátékokat. Ismersze még, ó, ismerd meg, fiad! Rég volt, igaz, midőne jegenék árnyékaim utószor vihenék, fejem fölött, mi őszi régen át vándoldalói tévet hülyeszelt. Midőn az ősi háznak küszöbén a búcsú töldelt hangját rebegé, s a jó anyának áldó végszavát a szellők már régen széthordozák. Azóta hosszú évsor született, és hosszú évsor veszte életét, s a változó szerencse szekerén a nagyvilágot összejártam én. A nagyvilág az életiskola. Verítékemből ott soká folyam, mert oly göröngyös, oly kemény az út, az ember annyi sivatagra jut. Ezt én tudom, miképp nem tudja más, kitülömével a tapasztalások sötét pohárból annyiszor kínált, hogy ittam volna inkább a halált. De most a bút, a hosszú kínokat, melyettől szívem oly gyakran dagadt, s minden szenvedés emlékezetét egy szemtöröm könyvője mossa szét, mert ahol enyhe bölcsőbb lágyul én az anyatejnek mézét ízleli, vidám napot mosolyg ismét rám, hű gyermekedre, édes szép hazám. Vince Tíme, a 7. Z-osztályos tanuló következik. Versének címe, Remélik Sándor, ne ítélj. Felkészítője, Seres Gézelmi tanárnéni. Remélik Sándor, ne ítélj. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Már tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyeség, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Elég hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy minél halkabb legyek. Versben, s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szóban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívekkel híre ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van minden, azon felül.